Köszöntöm nézőinket! Önök a Puszta Szabolcs TV adását látják. Ha észrevételük van, írhatnak nekünk a pusztaszabolcs@tv.info címre. Mai magazinunkban a Szabolcsi Hét című hírműsort láthatják az elmúlt két hét fontos eseményeivel. Majd ami a hírek mögött van című összeállításunkban, a Puszta Szabolcsért elismerő díjban részesült Okos Károlynéval beszélgetünk múltról, munkáról, tervekről. Most először kezdődjön hírmagazinunk a Szabolcsi Hét Máté G. Péter szerkesztésében. Köszöntöm a Szabolcsi Hét nézőit. Először következzenek híreink röviden. Már a választásra is készültek. Kisiskolások esőben. Becsengettek. Jönnek a hivatásosok. Újból szólt az orgona. Nem várt vereség, viharos győzelem. Számtalan napi rendi pont, beszámolók, határozatok szerepeltek az augusztus végi önkormányzati testületi ülés programjában. A közelgő önkormányzati választás miatt megválasztották a helyi választási bizottságot is. Az augusztus 29-i testületi ülésen, ahogy mindig, ezúttal is meghallgathatták a város választott vezetői a polgármester beszámolóját a két ülés között végzett munkájáról. Ebből kiderült többek között, hogy Csányi Kálmán számtalan megbeszélésen, egyeztetésen vett részt a Pusztaszabolcson folyó beruházásokkal kapcsolatban. A polgármester ezek mellett is sok ügyben járt el, többek között az óvodai napkollektoros beruházással, a sárga fedeles kukák kiosztásával, a helyi közbiztonsággal kapcsolatban. A polgármesteri beszámolót a képviselők elfogadták. A város vezetői meghallgatták és köszönetük kifejezése mellett elfogadták a Dunaújvárosi Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját és döntöttek a Hásfa utcai szennyvíz átemelőben meghibásodott szivattyú pótlásáról, amely közel bruttó 800 ezer forintjába kerül az önkormányzatnak. A köztársasági elnök 2014. október 12-ére írta ki az önkormányzati választásokat, amelyek törvényes lebonyolítását a helyi választási bizottságok is biztosítják. Pusztaszabolcson az önkormányzat megválasztotta a helyi választási bizottságot, amelynek 3 tagja és 2 póttagja van. Ugyancsak megválasztották a nemzetiségi szavazókör 3 tagját és 2 póttagját is. Meghallgatta a testület az önkormányzat településfejlesztési és értéktár bizottságának beszámolóját az értéktári feladatainak ellátásáról. A Tüke László bizottsági elnök által előterjesztett beszámolót a képviselők elfogadták. A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány tagjai egy a helyi vasutas családok történetével foglalkozó könyv kiadását tervezi. A 354 oldalas, Fülöp Magdolna által szerkesztett kötet elkészítéséhez az önkormányzat 170 ezer forint támogatást ad az alapítványnak. Ugyancsak támogatást kért a Katolikus Egyház a hagyományos orgona koncert sorozatának szervezéséhez. A képviselők döntése értelmében a kulturális program megvalósítását a város 150 ezer forinttal támogatja. Módosították a város hulladékgazdálkodási rendeletét. A rendelet mostantól a szelektív hulladékgyűjtés előírásaival bővült. Új rendületet alkotott a képviselők testülete az elismerő címek adományozásáról. Az elismerő címek sora nem változott a rendelet módosítással. Igazán borúsan kezdődött a 2014-2015-ös tanítási év. De talán jobb is ez így, hiszen nagy melegben, verőfényes napsütésben valószínűleg kevésbé akartak volna iskolába menni a diákok. Az elsősök zuhogó esőben találkoztak először iskolájuk igazgatójával a polgármesteri hivatal előtt. Szép hagyomány Pusztaszabolcson, hogy a város elköszönő óvodásait, vagyis az elsős kisdiákokat a város vezetője köszönti első iskolanapjukon, és az óvoda vezetője is ünnepélyes keretek között akkor adja át a gyerekeket az iskola igazgatójának, hogy életük egy új, hosszantartó szakaszát megkezdjék. Óvónénikkel elmegyünk, meglátogatunk benneteket, és továbbra is lesznek olyan programok, amikor meghívunk benneteket az óvodába, és hogy együtt lehetünk. Most ebben az elsős időben én nem is szeretnék más mondani. Én most jelképesen átadlak benneteket a polgármester úrnak, polgármester bácsinak, hogy ő meg adjon át benneteket az iskolai igazgató úrnak, igazgató bácsinak, mert hogy mostantól kezdve már nem úgy sok lesznek a legiskolások. A város önkormányzata nevében Csányi Kálmán polgármester és Szajko János képviselő a pénzügyi és igazgatási bizottság elnöke fogadta a gyerekeket.
Csányi Kálmán, mint korábbi pedagógus, értő szavakkal beszélt a kicsikhez. Kedves leendő elsősök és kedves szülők! Hagyomány a városban körülbelül 4 év óta, hogy itt gyülekeznek a leendő elsősök, és innen vonulnak át az óvodából az iskolába. Minden nap tanuljatok újat, és szívesen járjatok az iskolákba. Akkor jelképesen a átvett gyerekeket átadom az iskola igazgató úrnak, Kocsis József úrnak, hogy megfelelően neveljen benneteket, és mindenféle oktatással kapcsolatos új ismereteket tanulhassatok az iskolába, és 8 év múlva úgy érezzétek, nagyon jó helyen jártatok iskolába, és néhány év múlva pedig büszke polgárai legyetek Kuta Szabolcsnak. Kocsis József arra biztatta a kicsiket, hogy ne ijedjenek meg az esőtől, és emellett jó kívánságait is kifejezte az izgatott gyerekeknek. Fogjuk fel pozitívan, hogy az esőtől megnövünk, nagyobb leszünk, és 8. végén meg már túlnőjük az erdőt is. Úgyhogy kívánom nektek, hogy ne keserítsenek beleteket ez az esős idő. Fogjuk fel pozitívan, igaz, vége van a nyárnak, jelzi ezt az esős idő is, itt az ősz, itt az iskola. Elkezdjük, úgyhogy be is állunk és elvonunk az iskolába, hogy a mai naptól kezdve minden szépet és jót és mosolygót gyereket tanuljatok meg. És kívánom, ugyanúgy, ahogy a polgármester mondta, hogy 8. év végén büszkék legyünk rátok a tudásokra. A gyerekek szüleik kíséretében ezt követően átsétáltak az iskolába, hogy megkezdjék menetelésüket az ismeretek megszerzéséhez a tudáshoz vezető hosszú úton. Ennyi diák kezdte meg a tanulást a Puszta Szabolcsi Általános Iskolában a tanévnyitó ünnepség után, amelyet az eső miatt az iskola tornatermében tartottak meg az első tanítási napon. Izgatott gyerekzsivajtól volt visszhangos a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola tornaterme szeptember 1-én, amikor is megkezdődött a 2014-2015. Évi tanítási év. A gyerekek nyári élményeiket beszélték meg a régen látott osztálytársakkal, barátokkal, miközben a polgármesteri hivataltól az iskolába vezető első útjukról megérkező kis elsősöket várták. Ezt követően kezdődött a tanévnyitó ünnepély, amelyen részt vett a város polgármestere és a képviselőtestület több tagja is, és amelynek műsorából a terem visszhangossága miatt sajnos ezúttal részleteket bemutatni nem tudunk. A tanulókat az iskola igazgatója Kocsis József köszöntötte, aki beszédében az új köznevelési törvény iskolákra vonatkozó változásairól és a nyári iskolai felújításokról is szólt. Az idei tanévben az új köznevelési törvény minden önmel bevezetésre fog kerülni, amely érinteni fogja az iskola pedagógusait, vezetői mellett a szülőket és a diákokat is. Vegyük gyorsan számba, hogy mi minden történt a nyár folyamán az iskolában. A városi önkormányzatnak, mint működtetőnek köszönhetően több mint 7,5 millió forintnyi felújítás és karbantartási munkák zajlottak le, valósultak meg iskolában. Felújításra kerültek többek között a testemelésből rengetegetlen kellékülők közül, a zsámolyok, a szekrények, kilakításra került egy zárnyított tárolója lépcsőalatt. A földszinti folyosón olyan kilakok kerültek a lábazatra, termék festése, javítása és biztosítja a komfortosabb szett környezet kialakítását. Mindenünk érdeke, hogy fokozottan vigyázzunk környezetünkre, becsüljük meg. Kocsis József ezt követően szólt az iskola diákjainak létszámáról és arról, hogy ezúttal 2 első osztály kezdi meg tanulmányait, majd szólt azokról a foglalkozásokról, amelyek a diákokat várják a tanórákon kívül is. Az iskolában a most kezdődött tanév során az 1., a 4. és a 7. évfolyamot leszámítva 3-3, összesen 21 osztályban sajátíthatják el a tanulók a tananyagot. Az 1., 2. és 3. évfolyamon 1-1 osztályban egésznapos úgynevezett iskolaotthonos oktatás zajlik. Az iskola diákjai a 4. és 8. osztály tanulóit leszámítva mindennapos testnevelésben részesülnek a 2014-2015-ös tanévben a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában. Megkezdődött az oktatás Pusztaszabolcs középiskolájában, a Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskolában is. Az új tanév hagyományosan a tanévnyitó ünnepéllyel vette kezdetét, mégpedig az eső miatt ezúttal az iskola tornatermében.
A himnusz eléneklésével vette kezdetét az új tanév a Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskolában, majd a diákok műsora adta meg az alaphangot a tanév kezdethez. Kézenfúrba kísér a nyári zenét, szünetünk véghez ér, szeptembert köszöntjük, kíváncsian állunk elé, hát hajrá újtani. Tanároknak százai készen állnak újra hát, számít alá kerül megint a sontiák. Lehet furcsa, mégis itt van, vártam már az iskolát, és érzem az új tankönyveknek komoly tudásillatát. A rövid műsort követően Mátyás Julianna, az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat. Kedves tanulók, kedves kollégák! Egy új tanév küszöbén köszöntelek benneteket nagy szeretettel ezen a korongos és esős szeptemberi reggelen. Az időjárás is jelzi, hogy véget ért a nyár, a pihenés, elkezdődik egy más időszámítás, a tanév időszámítása. Ma, ahogy átléptetek az iskola kapuján, biztos megfogalmazódott bennetek is az a kérdés, ami az én fejemen is átfutott. Vajon milyen lesz az idei tanév? Vajon kinek mit hoz? Mit rejteget? A következő tanévben lesznek-e meglepetések, kellemes vagy kellemetlen élmények, amik örömtelivé vagy keserűvé teszik napjainkat? Ezeken a kérdéseken gondolkodva léptem be ma reggel az iskolába, és a válaszok, amik megfogalmazottak bennem, egyértelműek voltak. Miközben láttam az ismerős arcotokat, hallottam köszönni az ismerős hangotokat, tudtam, hogy ez a tanév se lesz nehezebb vagy könnyebb, mint az eddigiek. És ahogy így végignézek rajtatok, tudom, hogy szomorúan búcsúztok a nyártól, de örültök az osztálytársaitoknak, s annak, hogy egymással újra találkozhattatok. Az igazgató asszony ezt követően részletesebben is szólt a diákokra váró feladatokról, a tanulmányaikról, az azok mellett végzendő feladatokról. Szólt arról is, hogy milyen felújítások voltak az iskolában, majd köszöntötte az elsősöket középiskolás tanulmányaik első napján. Szokatlan módon ezúttal kollégáikhoz is a tanévnyitón intézte szavait. Kedves kollégák! Végezetül, de nem utolsó sorban köszöntelek benneteket az új tanév kezdetén. A tanévkezdéstől valljuk be, mint mindig, mi is tartunk egy kicsit, nem csak a tanulóink. Amíg a Berkeley beindul, sok teendőnk van, a nyár nekünk is rövid volt, hamar eltelt. Újból szembesülnünk kell azzal, hogy az új oktatási rendszer kifinomulásához még idő kell, a változások folytatódnak, ezek pedig nehézségekkel járnak továbbra is. Mátyás Julianna beszéde végén a tanévet hivatalosan is megkezdetnek nyilvánította. Ezennel a 2014-15-ös tanévet megnyitom. A tanévnyitó ünnepség ezzel még nem ért véget, az igazgató emléklapokat adott azoknak a diákoknak, akik jól teljesítettek a nyári szakmai gyakorlaton. Az ünnepség a szózat eléneklésével ért véget, amelyet követően a diákok osztályaikban kezdték meg az új tanévbeli tanulmányaikat. Az iskolában összesen 11, 2-2 gimnáziumi és esti, valamint 7 szakközépiskolai osztályban mintegy 270 tanuló kezdte meg a tanulást a 2014-2015-ös tanévben. Sokakat lepett meg a hír, hogy a pusztaszabolcsi önkéntes tűzoltók mellett a hivatásosok is hamarosan megkezdik működésüket a városban. A tűzoltóság laktanyája már javában épül. December 1-én kezdi meg a működését a településen az a katasztrófavédelmi őrs, amely 10 település lakóihoz juttatja el majd a segítséget 10-15 percen belül. 2013 óta az egységesített katasztrófavédelem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az úgynevezett fehér foltok eltűnjenek a tűzoltóság térképéről. A cél az, hogy minden település 15 perces vonulási időn belül legyen a tűzoltóságoktól. Pusztaszabolcsra tűz esetén a helyi önkéntesek mellett a hivatásos tűzoltók jelenleg Dunaújvárosból, Érdről és Székesfehérvárról érkeznek, ez pedig igencsak időigényes, ez alatt sok kár keletkezhet egy tűzben. Az új őrs számára az ingatlant a város önkormányzata biztosította, és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület épülete mellett található.
Az önkéntes tűzoltókra továbbra is szükség lesz, ők együtt vonulhatnak majd baj esetén a hivatásosokkal. A Pusztaszabolcsi Katasztrófa Védelmi Őrs Pusztaszabolcs mellett Zicsújfalú, Belonján is szabad egyháza, Kápolnásnyék, Besnyő, Gárdony, Agárd, Velence, Adony és Iváncsa lakóihoz 10-15 percen belül juttatja el majd a segítséget. Az új laktanyában egy tűzoltó gépjármű fecskendő fog szolgálatot teljesíteni, amely 4000 liter oltóvizet és a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges eszközöket képes szállítani. Létrejött egy megállapodás is a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel, amelynek értelmében az egyesületi tagok közül azok, akik sikeres tűzoltó alaptanfolyammal rendelkeznek, szolgálatonként 2-2 fő, együtt vonulhatnak majd a hivatásos tűzoltókkal. Az orgonamuzsika kedvelőinek ezúttal is igazi csemegét jelentette a pusztaszabolcsi Szent Imre templom műemlék barokk orgonájával megtartott koncert. Ez alkalommal igazi sztárszerzők művei szerepeltek a műsorban. Igazán nagy siker volt a szeptember 6-án szombaton megrendezett orgonakoncert, amelyen Varga Viktor orgonaművész és Horváth Csaba énekművész adott elő Bach, Händel, Beethoven, Liszt, Mendelssohn és Luci műveket. A két művész igen fiatal, hiszen Varga Viktor még csak 21 éves, míg Horváth Csaba is csak 26. évében jár. A két művész visszatérő vendég a városban, hiszen már negyedszer szerepeltek az orgona koncertek során Pusztaszabolcson. Varga Viktor 2012-ben érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban, jelenleg az ELTE természettudományi karának földtudomány szakos hallgatója. Zongora tanulmányokat 2003 óta folytat, 2008 óta orgonál a Szent István Király alapfokú művészetoktatási intézményben. A Józsefvárosi Szent József plébánia templom, illetve a budapesti piarista kápolna organistájaként teljesít egyházi szolgálatot. Az énekes Horváth Csaba a budapesti Szent István Király zeneművészeti szakközépiskolában végzett magánének szakon. Visszatérő fellépője a zuglói Filharmónia koncertjeinek, sikeres az országos énekversenyeken, többek között a Székesfehérváron megrendezett Gregor József országos énekverseny első helyezettje. Emellett olasz tanár szakon végzett az ELTE-n. Nem várt hazai vereség, sok pirossal tarkított győztes meccs. Ez jellemezte a PSC elmúlt két bajnoki mérkőzését. Az U21-esek gólkülönbséget javítottak 14 találatukkal. Augusztus utolsó napján fogadta a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Agárdi Termál csoportjában játszó Pusztaszabolcs SC az örök riválist, az Adony csapatát. A mérkőzés kevés örömöt hozott a hazai szurkolóknak, mert a vendégek 1-0-ás félidei vendégvezetést követően a 6 sárgalappal tarkított meccsen 2-0-ás vereséget szenvedtek az adonyiaktól. Egy héttel később, ezúttal ugyancsak hazai pályán már javította a PSC csapata, hiszen egy igen feszült hangulatú mérkőzésen 2-1-es félidei hazai vezetés után 3-2-es győzelmet aratott a PSC a Lajos Komárom ellen. A meccsen nem kevesebb, mint 3 kiállítás volt, ebből Schrick Dániel, Tóth Norbert révén 2 a hazaiakat sújtotta, és a 3 piros mellett még 7 sárgalap is villant a bíró kezében. A szabolcsi gólokat Jó Bálint, Györök Attila és Bakos Gábor szerezte. A PSC 4 forduló után a 4. Lajos Komárommal azonos pontszámmal az 5. helyről várja a folytatást. Az U21-esek, vagyis a 21 éven aluliak valamivel jobban végeztek az adonyiakkal, ugyanis 2-0-ás félidőt követően egy jobb vízilabda mérkőzés eredményét produkálták a 11-0-ás győzelmükkel. A gólokból Balog László Mester 4-essel, Szakmány Zoltán 3, Sári Levente 2, míg Baka Béla és Sebők Attila 1-1 találattal vette ki a részét. A következő fordulóban a Lajos Komárom ellen a PSC utánpótlása tovább folytatta a jó szereplést, mert 1-0-ás félidő után 3-1-re győzte le a vendégeket Baka Gergely, Sári Levente és Kovács Andor góljaival. 4 forduló után a PSC U21-esei a 4. helyen állnak a bajnoki versenyfutásban.
Augusztus 30-án a Fejér megyei labdarúgó szövetség Plasztobó öreg fiú bajnokságának második csoportjában az első bajnoki fordulóban az Adonyt fogadták, és 2-0-ás vendégvezetést követően 2-1-es vereséget szenvedtek az Adonyi 34 éven felüliektől. A bajt tetézte, hogy Oroszi Norbertet a játékvezető kiállította. A gólt Szőke Zoltán lőtte. Híreink még egyszer röviden. Már a választásra is készültek. Kisiskolások esőben. Becsengettek. Jönnek a hivatásosok. Újból szólt az orgona. Nem várt vereség, viharos győzelem. A szabolcsi hétvégén megköszönöm figyelmüket. Önök a Puszta Szabolcs TV hírműsorát látták. Ami a hírek mögött van. A szabolcsi nyári fesztivál nyitó ünnepségén adták át a város kitüntető címeit az arra érdemes polgároknak. Puszta Szabolcsért elismerő díjban részesült Okos Károlyné is, akivel múltról, munkáról, tervekről beszélgettünk. Szívből gratulálok a kitüntetéséhez. Mit gondolt, mit érzett, amikor megtudta, hogy megkapja a Puszta Szabolcsért kitüntető címet? Hát nagyon meglepődtem, és nagyon jól esett az elismerés. A meglepetés miért volt? Nem készültem erre, hogy kapok ilyen kitüntetést, hogy erre méltat a város. Gondolom figyelik a munkáját, hiszen ön abszolút szem előtt van, nagyon sok beteggel van kapcsolatban, nagyon sok ember ismeri önt, hát előbb vagy utóbb csak fel kellett, hogy tűnjön, hogy jól végzi a munkáját. Nem érezte azt, hogy már megérdemelt ezt a kitüntetést? Nem vártam végül is elismerést érte. A munkám, szeretem, csinálom, a betegektől megkapom az elismerést, nem számítottam rá. A Szabolcs Fesztivál megnyitójának alkalmából kapta meg a díjat, ahogy a város valamennyi kitüntetését ilyenkor adják ki, és ott mindig elhangzik egy méltatás, az indoklás, hogy miért is kapja. Egy nagyon színes életpálya vázolódott ott fel, tehát azt gondolom, sok mindent nem mondhattak el önről. Menjünk egy kicsit vissza a múltba. Hol született, hol kezdte az iskoláit, hogy teltek az első évei? 1958-ban születtem Nagylókon, ahonnan 3 éves koromban költöztünk Dunaújvárosba, ami ugye akkor alakult ki. Ott teltek a gyermekéveim, 3-an voltunk testvérek, vagyunk testvérek. Iskoláimat is ott végeztem, az általánost. Én gyors és gépíró iskolát végeztem, érettségim nincs végül is, és ott is dolgoztam, amíg férhez nem mentem. Mindig adminisztrátorként dolgoztam, nem gondoltam, hogy valaha is az egészségügybe fogok kikötni. Nem volt ilyen ambícióm. Aztán férhez mentem, jöttek a gyerekek, és 2 év múlva elköltöztünk Dunaújvárosból vidékre. A költözésnek volt valami oka? Itt kaptak munkát? Nem, a kisfiam akkor igencsak beteges volt, és orvosi javaslatra választottuk a vidéket, és először itt még nem is találtam munkát. Amikor a vidéket választották, ahogy ön mondja, akkor rögtön Puszta Szabolcs került a képbe? Igen, mert 2 rokon nagynénik laknak itt Puszta Szabolcson, és így rokonság révén, hogy mégiscsak legyen körülöttünk valaki. Volt, amikor megbánták, hogy ide jöttek? Nem. Én nem bántam meg. Szerintem a család sem. Amikor ide költöztek, akkor nyilvánvalóan kicsi volt a gyerek, vagy kicsik voltak a gyerekek. Hány gyerek volt akkor? Mind a 2 meg volt már. Egy kislány, meg egy kisfiú. Tehát kicsik voltak. Mennyire volt könnyebb, vagy nehezebb az élet, mint Dunaújvárosban? Könnyebb volt. Könnyebb. Már akkor nyugodtabb volt, hogy ide jöttünk. Dunaújvárosban hajtós volt. Kelni, vinni, óvoda, bölcsöde. Tehát ott nehezebb volt. Mi volt az első munkahelyeit? Legelőször a keverőüzembe kerültem adminisztrátornak. Aztán később a bölcsödébe kerültem át egy megüresedett helyre, és onnan vitt el az egyik orvosírnoknak. Mi az orvosírnok feladata? Hát ott lényegében az adminisztráció. A betegekkel nem sok kapcsolata van, ami a rendelőbe előfordul, adminisztráció az. Az orvosírnokságtól a nővér vagy asszisztensi munkáig azért egy bizonyos út vezet, ez egy egészen más szakma. Hogy került erre az útra?
Az első orvostól a későbbi sokáig főnököm volt a dr. Kovácsai Sándor, őhozzá kerültem át, mint írnoknak. Ott már amit lehetett, bevontak az egészségügyi munkába, és a felesége készült nyugdíjba akkor, hogy nem gondoltam-e azt, hogy esetleg az egészségügyi iskolát elvégzem. És átgondoltam, és jó, elvégzem, elkezdem, és elkezdtem. Sokan például a vértől irtóznak. Ön hogy volt ezzel? Mennyire tudta könnyedem vagy feldolgozni mindazt, amit látott, vagy amiben része volt? Soha nem volt ilyen gondom, hogy sérülések, balesetek, valamit is, tehát hogy visszataszítónak találnám, nem. Ha kellett, akkor rögtön csináljuk, végezzük el, kössük be. Nem volt ilyen tartás. Tehát elvégezte, ez egy szakmásító iskola volt? Ez egy 3 éves szakmásító, tehát munka mellett végeztük 3 évig, 93-tól 95-be végeztünk, vizsgáztunk. De úgy tudom, hogy önnek utána volt még egy iskolája. A szakosító volt, a körzeti ápolói szakosító, az még egy év. Dolgozott körzeti ápolóként is, úgy tudom, hogy járt ki házakhoz, így van? Az a házi betegápolás volt, amit Ercsi központból szerveztek meg ide a környékre, és amíg a kolléganő gyesen volt, addig én jártam ki. Hát az is 3 évig tartott, igen. Az meglehetősen kemény munka, nem? Az kemény, és az nem is olyan. Tehát ott láttunk már olyan sebeket, amire bizony én is azt mondtam, hogy jaj Istenem. Mi a szép a munkájában? Hát minden. Az emberekkel foglalkozni, segíteni, meghallgatni, és mikor megköszöni, hogy köszönöm, hogy segített, köszönöm, hogy tanácsot adott, köszönöm, hogy esetleg otthon elláttam, mert most éppen hétvége volt, és jaj, jöjjön már át, mert ez a gond, meg az a gond. Beszéltünk már arról, hogy 2 gyereke van. Mesélne a családjáról? Igen, nagyon büszke vagyok rájuk. Egyszer is, amikor is tanultam, mindenbe segítettek, úgy a férjem, mint a gyerekeim, ugye akkor voltak kamaszok, soha nem volt gond, hogy mert anya most tanul, anya most nem ér rá, mindenbe mellettem voltak. Most, hogy nagyok már, férhez mentek, megnősültek, a nagylányomnak már 3 diplomája van, óvónői vonalon, pedagógusi pályán, imádja a munkáját, a nagyfiamra meg büszke vagyok, mert ő meg, mint mesterember, csak precíz munkát ad ki a keze alól. Árulja el a keresztnevüket. Andrea és Károly. És ők is itt élnek Pusztaszabolcson? Élnek Pusztaszabolcson. A nagylányom itt óvónő a zsiráfovodába, a nagyfiam pedig egy vállalkozónál dolgozik, mint köműves. Unokák? Nagyok, 8 és 10 évesek, végzik az iskolát, jól tanulnak, sportolnak. Meglehetősen sokat dolgozik, hiszen váltott műszakban vannak a rendelések, gondolom azért nem olyan egyszerű, hogy amikor vége van, akkor el lehet rohanni haza. Mennyi szabad ideje jut emellett? Hát amennyit kiszakítok, nem tudom megmondani, mert őszintén eljövök a rendelőből, dolgozom, de tehát járom a betegeket a területen, és akkor még van úgy, hogy este is hívnak, vagy az adminisztráció miatt korán reggel be kell mennem, mert ugye a váltott rendelés miatt nem tudjuk befejezni az adminisztrációs részét. Van úgy, hogy fölállunk, eljövünk, és akkor majd valamikor megcsinálom. Mennyiben könnyítette meg az ön munkáját az, hogy most már jószerével minden számítógépen zajlik? Nem könnyebb. Mondhatnám azt, hogy az adminisztráció öl meg bennünket. Ugyanezt hallom rendszeresen az egészségügyben dolgozóktól. Lehetne ezt egyszerűsíteni ön szerint? Nem tudom. Most lenne igazán szükség az orvosírnokokra. Lenne írnok, és lenne az ápolónő. De ugye az egészségügy úgy áll, ahogy áll, összevonták a munkaköröket, és most meg kell oldanunk. Mit csinál, amikor mégiscsak ki tud szakítani egy kis szabadidőt a mindennapi munkából? Hát nagyon szeretek olvasni, meg hát itt van a kert. Kert, virágok, udvar. Az olvasás milyen részét tölti ki az idejének? Hát 1-2 óra. Ha nagyon jó könyv akad a kezembe, akkor le sem teszem, amíg nem olvasom ki. Most kapott egy kitüntetést, ugye az mindig egyfajta mérföldkő. Ilyenkor az ember végig gondolhatja a pályafutását, ha végig gondolja, de mindenképp elgondolkodik azon, hogy vajon
tényleg jól választotta, amikor erre a pályára ment, megfelelően végezte a munkáját. Volt-e önben, vagy van-e önben valamilyen hiányérzet? Nincs. Én úgy érzem, hogy már kamasz fejjel ezt kellett volna választanom. Én nagyon örülök, hogy felnőtt fejjel elvégeztem, és hogy ebbe dolgozhatom. Engem kielégít ez a munka, és nincs hiányérzet. Ön egy fiatal ember, akinek még igen messze van a nyugdíja. Milyen tervei, elképzelései vannak addig? Hát én remélem, hogy nyugdíjig itt maradok, ahol most vagyok. Ugye vannak rendszeres továbbképzéseink, ott mindig más-más témák, egészségügyel kapcsolatos dolgok vannak. Tehát ez így kielégít, mert évente 3-4-5 alkalommal is kell járnunk továbbképzésekre. Hol asszisztensek, hol pedig az orvosokkal. Szomszédságában biztosan mindenki tudja, hogy ön mit csinál, biztos a legtöbben pedig a rendelőben, mint szakembert is felkeresik. Van-e olyan, hogy mondjuk hétközben, hétvégén ide szaladnak önhöz, hogy segítsen, mert ebben vagy abban baj van? Igen, igen. Szinte állandóan, nap mint nap, sőt telefonon is, hogy most mit csináljak, hova menjek, kit hívjak. Megkérik az orvosi tanácsokat, igaz? Igen, erre szoktuk mondani, hogy az utcán, kocsiba, udvaron mindenhol rendelünk. Hogyha végig gondolja a következő 11 néhány évét, akkor az milyennek ígérkezik? Szerintem jónak. Az új orvos, akivel dolgozom, maximálisan segítőkész együttműködik. Betegek is szeretik, és úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon jó lesz ez az utolsó 10-11 évünk. Hogyha valami nagyot álmodik, és szeretné előre ezt biztosítani úgy a családban, mint a munkahelyén, mi lenne az? Hát, nem tudom. Nincs, gondolom, az egészség első helyen, nincs-e valami vágy az unokákkal, gyerekekkel kapcsolatban? Hát van vágy, tehát ha az anyagi helyzetünk javulna, akkor lennének vágyak, utazás, kirándulások, nyaralások, akkor lenne. De azért most minden úgy van jól, ahogy van? Minden úgy van jól, ahogy van. Most nyugalom van, egészség van, mindenki jól érzi magát. Így jó. Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket következő műsorunknál is. Viszontlátásra!